Fórumot tartottak. A CEF helyi szervezete értekezett. Megszépült a parkoló. 14 millió forintból újították meg a helyeket. Évforduló. 30 éve alapították a Hidrokom Kft-t. Ez a Zalaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, D. Varga Ádám vagyok. 2023. június 2-a, péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Lakossági fórumot tartott a CEF helyi szervezete. A rendezvény vendége volt Kiszei Zoltán politológus, aki aktuálpolitikai kérdésekről tartott előadást. A résztvevőket Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte. Balait Zoltán, aki 2014 óta tölti be posztját, bejelentette. A következő évben változatlan csapattal újraindul az önkormányzati választáson. A jelenlegi testületre és a jelöltekre váró feladatokat a térség országgyűlési képviselője ismertette. Elkezdődött a felkészülés a június 9-i választásokra, akkor viszont nem csak helyhatóságit, hanem uniós választást is tartunk, és jó tudni, hogy a választás után lesz egy 4 hónapos átmeneti időszak, amikor a régi polgármester még benn van, de netalántán új polgármester testületet választottak, mihez van joguk, milyen feladataik vannak, hogyan tudják megőrizni az önkormányzatiságban az elért eredményeket. Kiszelli Zoltán a társadalmi és gazdasági környezetet, illetve a mindennapokat érintő folyamatokat foglalta össze. Sajnos az élet most szomorú témákat hoz fel, ilyen a háború kérdése, az Európai Unióhoz való viszony, hiszen visszatartják azokat a fejlesztési forrásokat, amiből egész Magyarországon kellene azokat a célokat elérni, amiben mindenki egyetért, a klíma helyzetjavítás, a CO2 kibocsátás csökkentése, vagy energiahatékonyság növelése, a tanárok fizetés emelése, Brüsszel blokkolja ezeket a pénzeket, és hát a háború az, ami most mindenkit foglalkoztat, sajnos itt sem látunk javulást. A Civil Összefogás Fórum 2015. októberében indította el közösségteremtő program sorozatát. Az elmúlt 8 év alatt több mint 100 konzultációt szerveztek szellemi szimpózium, majd civil akadémia néven. Az a célunk ezekkel a rendezvényekkel, hogy olyan közéleti témákat dolgozzunk föl, amik érdeklik az embereket. És ezekhez a témákhoz mindig olyan szakavatott szakértőket keresünk, akik egyrészt közel állnak hozzánk civilekhez, másrészt pedig tényleg szakavatott emberek, akik tisztában vannak mind a tudományos szakmai hátterével, mind pedig akár a politikai, akár az egyéb közéleti kérdésekben igen jártasak. Az előadásokon rávilágítanak a társadalomban zajló folyamatok közötti összefüggésekre. Ennek eredményeként az emberek olyan döntéseket hoznak, melyek erősítik a közösségeket. Befejeződött a Landorhegyi városrész egyik legrosszabb állapotban lévő parkolójának felújítása. A kavicsos és murvás terület rendbetételére közel 14 millió forintot fordítottak. A megszépült és aszfaltréteggel borított létesítményt sajtótájékoztatón mutatták be. A költségeket a Kovács Károly Városépítő Programból biztosították. A projekt lehetőséget ad arra, hogy 2021 és 2024 között 15 milliárd forintot fordítsanak infrastruktúra fejlesztésére. 91 helyszínt érint, méghozzá mindenhol a városban, az egyes városrészekben, éppen ezért jól illeszkedik az arányos városfejlesztés filozófiájához is, hiszen azt gondoljuk, hogy minden egyes városrész lakója fontos, minden egyes lakossági igényt figyelembe kell venni, éppen ezért aztán Landorhegytől Belvárosig, Andrássydától Csácsig mindenhol figyeltünk arra, hogy legyenek parkolóépítések, felújítások, járda és útépítések. Ennek jegyében vagyunk most itt a Landorhegyi városrészben is. A környéken élők jelezték, hogy a repedezett, kőzúzalékkal feltöltött felület roncsolja az autókat. Márciusban elkezdődtek a rekonstrukciós munkák. Ennek eredményeként a behajtó burkolatát kiszélesítették, a szegélyeket pedig átépítették. A 10 férőhelyet felfestésekkel választották el egymástól, amelyek megkönnyítik a gépkocsik beállását. A választókörzet több pontján a várakozó helyek korszerűsítésével enyhítették a közlekedési gondokat.
2019 óta, mióta önkormányzati képviselő vagyok, célul tűztük ki, hogy a Landorhegyi városrészben megújítsuk a parkoló helyeket, illetve ha tudjuk, akkor bővítsük, hisz mind-mind látjuk, hogy milyen nagy számban növekedtek a gépjárművek száma a városban. Ez itt Landorhegyre is igaz. Az utóbbi években a Landorhegyi 34-es házszám előtt több mint 20 helyjel bővülhetett a parkolóhelyek száma, illetve itt a szomszédos Landorhegyi 18/B házszámnál is két évvel ezelőtt újulhatott meg, illetve bővülhetett a parkoló 6 férőhelyel. A fejlesztések folytatódnak. A Toposházi utcában az útépítők már megkezdték a munkálatokat, nyár végén, ősz elején pedig a Lejtős utcát építik át. Átfogó közműkorszerűsítést végeztek a Csártán Sándor utcánál, melynek következtében a gáz, illetve ivóvízvezetékeket egyaránt kicserélik. A részletekről Szilasi Gábor önkormányzati képviselő és Bali Zoltán alpolgármester tájékoztatták a sajtót. Megállás nélkül dolgoznak az E.ON munkatársai, hogy időben elkészüljenek a földgázvezetékek korszerűsítésével. A kivitelező a tervek szerint június végén, július elején végez a munkálatokkal. Ivóvízvezeték rekonstrukció mellett egy gázvezeték rekonstrukció is zajlik itt a Csártán Sándor utcába, ami meg tekintetében ugye az E.ON kicseréli a vezetéket. Ami nagyon fontos az önkormányzat részéről, hogy nem csak nyomvonalas helyreállítás, hanem a félpályába, tehát az érintett félpálya teljes egészében megújul, és ami nagyon fontos, hogy a buszközlekedést segítve a buszvárónak a buszváró előtti részt is teljes egészében megújítjuk egy sokkal stabilabb, sokkal teherbíró talajszerkezettel, illetve aszfaltréteggel. Az érintett részen közel 500 éves csöveket kell kicserélni. A projekt csak nem 5000 itt lakó mindennapjait érinti. Kérjük a lakosok türelmét, hisz a munkálatok során parkolóhelyeket ideiglenesen vettünk el, hisz a volán kérésére a buszközlekedést is meg kellett oldani, így a Kodály utcában való kikanyarodás miatt el kellett vennünk 6-7 parkolóhelyet. Ez csak ideiglenesen történt, illetve a parkolóhelyek felfestése is a következő hetekben meg fog történni. A KEHOP pályázat által támogatott ivóvízhálózat rekonstrukció eredményeként 1300 méternyi gerinc és 500 méter bekötő vezetéket kicserélnek. A beruházás költsége csaknem 35 millió forint. Alapításának 30. évfordulóját ünnepelte a Hidrokomp Kft. A jubileumra a cég történetét összegző kisfilm készült, amit az ünnepségen mutattak be. A dolgozók munkáját jutalmakkal ismerték el. A vállalat 80 embernek biztosít munkát és megélhetést. Megalakítása óta eredményesen működik. A sikerek mögött nagyon komoly munka, nagyon komoly erőfeszítés van, hiszen a sikerek nem hullottak senkinek, a cégünknek az ölébe sem, ezért nagyon meg kellett harcolni a munkatársaknak és a vezetésnek egyaránt, hiszen a változó piaci viszonyok között, minden körülmények között helyt kellett állni, és úgy gondolom, hogy az az eredmény, hogy a cég elérte a 30 évet, az mindennek feletti, hát mindent jelent. A város gazdasági fejlődésében nagy szerepük van a helyi alapítású, illetve az zalaegerszegi lokálpatrióta elkötelezettségű vállalkozásoknak, emelte ki Balaidz Zoltán polgármester. A Hidrokomp Kft. Ilyen vállalat, hiszen annak idején egy viszonylag kis cégként egy nagy álom következtében indította el útjára a cég tulajdonosi kör ezt a vállalkozást. Ki kell emelnem Dormán Lászlónak a tevékenységét és a munkáját, és azt hiszem, hogy most 30 év elteltével büszkén tekinthetünk vissza a 3 évtizedre, hiszen Zalaegerszeg, Zala vármegye és az ország szempontjából is egy rendkívül meghatározó vállalkozás jött létre. Itt a szemünk láttára nőtte ki magát, és megbízható módon van jelen a piacon. Hát örömteli számunkra az a Energiaügyi Minisztériumban, hogy olyan területek működik ez a cég, amely hát a mi portfóliunkat érinti, hiszen a vízi közművek fejlesztése, rekonstrukciója az egyik fő tevékenysége. Az árbevétel 60%-a közműépítésből származik. Emellett egyéb feladatokat, többek között csapadékcsatornaépítést és útfelújításokat is végeznek. Minőségi munkájuk lehetőséget ad arra, hogy a jövőben is sikeresen vegyenek részt a pályázatokon és a versenytárgyalásokon. 101 éves Domján Gyuláné, leánykori nevén Víg Éva. A születésnapot ezúttal is a gondviselés házában tartották,
ahol gondozói mellett unokaöccse, Víg László országgyűlési képviselő is köszöntötte. Vica nénit, ahogy ismerősei emlegetik, virággal és szép szavakkal méltatták a jeles nap alkalmából. Mint Víg László felidézte, nagynénje 1922. június 4-én született Felsőrajkon. Két gyermeke, négy unokája és három dédunokája van. Megérte, hál' Istennek, a 101 évet. Azt kérdezte tőlem, hogy miért. Én azt válaszoltam neki, hogy talán azért, mert a Jóistennek szándéka volt vele. Ő háztartásbeli volt, a férje férfi Szabó, nagyon korán meghalt még a 70-es években, és egy olyan életet élt, amelyben azt lehet elmondani, hogy minden nap megdolgozott a betevőjét, volt neki kiskertje, szőlője. Domján Gyuláné egy földműveléssel foglalkozó 8 gyermekes család sarja. A szabadban dolgozott és minden nap mozgott. Idős korára sem feledkezik meg a tornáról, és ezt javasolja a fiataloknak is. A torna meg a torna, meg legalább egy deci vörösbor. De én most egy decit egészen kétszer iszok, délőben meg este. Böcsöröltem, meg ebédültem. Sokat voltam a szabadban. És sokat mozogtam. Most is minden nap törnázok. Háromszor. Börc Imréné vezető ápoló szintén jó egészséget kívánt idős lakójuknak a pezsgős kocintás közben. Emellett a Deák iskola tanulói is felköszöntötték a 101 éves Vica nénit. Ismét megrendezik a Street Food Weekendet Zalaegerszegen. Jövő hétvégén június 9 és 11 között a belvárosban 25 meleg ételeket árusító autó várja az ínyenceket. Az eseményről sajtótájékoztatón számoltak be. A Street Food Weekend 2017 óta a nyári zalaegerszegi programkínálat felvezető rendezvénye. Különlegességét összetettsége adja. Egyszerre kínál gasztronómiai és zenei csemegéket. Nem csak egy modern, az új gasztronómia irányoknak megfelelő kínálatot tud adni, nem csak a zenei programokat tudja a fiataloknak és idősebbeknek kínálni, hiszen elektronikustól a retroig sok minden lesz, hanem talán abból a szempontból is érdekes, hogy nem csak a hagyományos magyar ételeket, hanem egy nemzetközi ételsort lehet megismerni és megkóstolni, és egy olyan találkozási lehetőség itt a dísztér, a Városház előtti tér és annak a környéke, ami a jó idő esetében egy nagyon hangulatos és igazán közösségépítő program tud lenni. A kezdeményezés növekvő népszerűségét jelzi, hogy a látogatók egyre többféle étel közül választhatnak. Idén 25 autó jelenik meg a Street Food Weekenden. Ez a legnagyobb létszám autók tekintetében, ami eddig volt, de egyébként többen is jöttek volna. Csak a kapacitás most jelen idejében ennyit tudott, mind az elektromos kiállások miatt, mind pedig maga a tér miatt, de jövőre már van ötletünk, merre tudunk fejleszteni. A Street Food Weekenden idén az angol, holland, olasz, mexikói és spanyol konyha ízei mellett helyi specialitásokat is kóstolhatnak a résztvevők. Jó zenéből sem lesz hiány. Pénteken a retro, míg szombaton az elektronikus irányzaté lesz a főszerep. Pénteken a tavalyévhez képest plusz egy fellépővel bővül. Idén DJ Dominik, Groovehouse és Betty Love lesz, plusz DJ Shepherd lesz a házigazdája a pénteki napnak. Szombaton pedig az elmúlt évek hagyományát követve idén is a környék Zala megyei régi szórakozóhelyek egykori lemezlovasai házigazdái fogják szórakoztatni a nagy érdeműt. Fontos információ, hogy 21 órától a Kossuth utca MHB és KNH-ban közötti szakaszát pénteken és szombaton is lezárják. Egy hete ért véget az OTP Bankliga NB1 szezonja. Ennek okán a napokban az ETE FC több változást is bejelentett. Szerződés a lejártával távozik Kálnoki Kis Dávid, aki az elmúlt 2,5 évben több mint 60 mérkőzésen lépett pályára kék-fehér színekben. A középhátvéd tevékeny részese volt az első kupa győzelem kiharcolásának, hisz a sorozatban 4 mérkőzésen, köztük a döntőben is kezdőként lépett pályára. Távozik Marco van der Steen erőnléti edző is, aki az Egyesült Arab Emírségekben folytatja karrierjét. Bejelentették továbbá, hogy Zorán Lesják jövőre is kék-fehérben játszik. A 35 éves elnyűhetetlen játékos 2018 óta tagja az Zalaegerszegnek. Fórumot tartottak. A CEF helyi szervezete értekezett.
megszépült a parkoló. 14 millió forintból újították meg a helyeket. Évforduló. 30 éve alapították a Hidrokom Kft-t. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2023. június 2-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra!